Ha több a fő, akkor többet adunk. De... Konzervek, kenőmáj és egy kis édesség várta az adományoztásra érkezőket a Jancsár utcában. A Szete és az Icske civiljei nyáron sem mentek szabadságra. Élelmiszert osztottak a nagycsaládosoknak és a rászorulóknak egész nap. 1500 főt vártak az akcióra. 2100 610 g konzervünk van, 2100 kenőmájasunk, 800 darab puszedling, doboz puszedling és 700 darab kindernyuszink van. Már rögtön a nyitáskor, délelőtt 11-kor több tucat ember állt az adományért, egészen délután 5-ig várták a rászorulókat. Én a Goldberger család számára nagy segítséget jelentenek az ilyen és ehhez hasonló élelmiszerosztások. Nagy a család, három kisgyerekkel élnek, havonta alig több mint 100 ezer forintból. Ráadásul a legnagyobbik gyereküknek több krónikus betegsége is van. A gyermekjóléti szolgálatot kerestem meg, és ők értesítettek, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség és hát tényleg nagyon, na, nagyon nagy segítség ez ö, nekünk. A Hasonló akciókkal számtalanszor találkozhatnak a rászorulók évközben is, nyáron azonban nagyobb szükség van az adományozásra. A szünidőben ugyanis elesnek a rászoruló családok a gyerekek számára biztosított napi háromszori intézményi étkezéstől. A szervezők ezért időzítették ekkorra az élelmiszerosztást.